Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Városismereti műsorunkat látják. A következő 50 percben a város egy olyan utcáját járjuk be, amelyen mindenki elmegy egy héten egyszer, szerintem. Én ezt így feltételezem. De ha nem, akkor is sokan ismerik a Várkörutat természetesen, amely sok gyönyörű épületet rejt magában, és az épületeknek tervezői, lakói is mind érdekes személyiségek voltak a múltban is, persze mondhatnánk a jelenben is, de Váci Márk történésszel, városkutatóval leginkább ugye a múltat kutatjuk. Köszöntelek szeretettel ma is. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket. Örömmel vártam, hogy elérkezzünk ehhez a beszélgetéshez, hiszen tényleg a Várkörút annyira meghatározó része a városnak, hogy érdemes tudni, hogy mi minden van ott. Főleg, hogyha arra gondolunk, és ez nekem még mindig furcsa, hogy valamikor ott víz folyt. Igen. És nem csak a víz lehet a furcsa, hanem egyáltalán ugye az elnevezés. Ez egy összetett elnevezés, ugye utal egyrészt az egykori királyi várra, másrészt pedig a körút jellegre is, hiszen ha megnézzük, akkor ma gyakorlatilag egy sugárútról van szó, ami ugye a Mátyás király körút Zicsi-liget kereszteződéstől tart ugye egészen a Budai úti kereszteződésig, ugye a Szent Imre iskola és vele szemben az üzletház az egykori kis kulacsnak a helyén. Tehát már egy sugárútról van szó, pont ezért szokták a köznyelven Fehérvár Andrássy útjának is nevezni, ami ugye annyiból mindenképpen sántít, hogy nem paloták sorakoznak egymás mellett, hanem sokkal inkább villaépületek, legalábbis úgy nagyjából a romkertig terjedő szakaszon, és ugye onnantól kezdve pedig vagy korábbi iskolaépületek, lakóépületek, vagy későbbi, tehát 60-as évekbeli lakóépületek, inkább már társasházak találhatók rajta. És ugye ami a várra, magára utal, az tulajdonképpen onnan is fakad, hogy a kezdő szakasza, tehát az alacsony házszámok, mondjuk így, azok ugye még az egykori királyi várnak a területén belül voltak megtalálhatók, ami ugye azért érdekes, mert a mai formája az már teljesen más. Tehát az egykori várárok nyomvonalán alakult ki igazából ennek a várkörútnak az elődje, ami azt jelenti, hogy a mai doktor Koch László utcának a vége, hiszen ugye az pedig pont a belváros felől számozódik, ez egy nagyon érdekes dolog, az volt az egykori várkörútnak az eleje. Tehát nagyjából a strandfürdővel szemközti résztől kezdve számozódott a Várkörút a város felé, és amit Országzászló tér néven ismerünk, a Vasalóház vonalában kanyarodott nagyjából ki a mai nyomvonalra, és egészen a 60-as évek elejéig, illetve a 40-es évek végéig, 60-as évek elejéig az a szakasz, ami mondjuk az evangélikus templom és a Vasalóház közötti rész, az gyakorlatilag egy zárt terület volt, tehát ott nem lehetett alapvetően közlekedni, hiszen az egy beépített terület volt, és maga a Várkörút is, ugye, ahogy mondtam, az Országzászló térnek a mostani Várkörút felőli sarkán kanyarodott ki igazából erre a nyomvonalra, és ez egyébként korabeli térképeken is látszik. Ez, amit most elmondtál, lehet, hogy ez a terület határozta meg annak idején magát a várat? Gyakorlatilag itt ugye a Várárki csatornáról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy az ezen belül eső terület volt a várnak a területe, és az ezen kívül eső terület pedig ugye a külvárosi, a váron kívüli terület, hiszen ugye ez a várárok, ez gyakorlatilag a belvárost fogta közre, és ugye választott el a külvárosoktól. Tehát ugye innen nem messze volt például a Budai kapunak az a jellegzetes tornya, amit már nagyon sokszor említettünk, például Varkocs György kapcsán, ugye 1543-ban, vagy Vatai Ferenc kapcsán, ugye itt az új budai kapu építések körül nem véletlen az, hogy ugye a mai felsővárost nagyon sokáig budai külvárosnak nevezték, hiszen ugye a régi budai út ott jött be, abból az irányból jött be, és ugye ezen a budai kapun keresztül lehetett igazából bejutni a városba, a belső várba, és ugye ezen a várárkon húzódott az a híd, amin egyébként be lehetett jönni a kapu felé. Tehát ennek a várároknak a nyomvonalán alakult ki igazából, ugye a részbeni beboltozás során maga a várkörútnak a kezdeti szakasza, és aztán ugye a 20-as, 30-as évek, nagyjából 1926-tól, amikor ezek a beboltozás
bombázások elkezdődnek, illetve a 40-es évek eleje az, ami ennek az úgynevezett villasornak ugye a klasszikus beépülési időszakát jelenti, illetve van néhány épület a páros számú oldalon, ami az 50-es, 60-as években keletkezett, ugye ezzel a villasorral szemközti területen, a leghíresebb villáknak a szomszédságában, és ugye hát a kettő között pedig egy meglehetősen széles út helyezkedett el, ugye egy kettős gesztenyefasorral, amin egyébként most már évek óta halljuk ugye ezeket a nosztalgikus visszaemlékezéseket, meg ezeket az ábrándozásokat, hogy milyen jó lenne ott egy dupla gesztenyefasor. Ugye ilyenkor mindig megkapja azért mindenki válaszként, hogy sajnos a közművek miatt ugye ezt már nem lehet telepíteni, illetve maguk a közlekedési körülmények sem teszik egyébként lehetővé. Ugye a régi, sok évtizeden át megszokott várkörúthoz képest ma már egy lényegesen leszűkített kétszer egy sávos úton közlekedhetünk, ha buszok, kukásautók jönnek, akkor inkább félsávos. Egyébként ettől függetlenül, hogy vannak egymáshoz hasonlító villák, ha végigmegyünk a Várkörúton, ma már elmondhatjuk, hogy nagyon sokféle korszakból és nagyon sokféle stílusban épült épülettel találkozhatunk. Rendkívül változatos, ráadásul az eredetihez képest is ugye azért több épületnek a funkciója változott, illetve ma is van olyan, ami mondjuk eredetileg lakóépületnek készült, és a lakófunkció mellett például irodák is találhatók benne, majd hogyha az egyes épületeket sorra vesszük, akkor ezeket meg lehet figyelni. Ami mondjuk ugye a kezdeti szakaszról elmondható, az az, hogy egyrészt ugye a felsőbb szintek, tehát az emeletek azok, amik általában a lakásokat tartalmazzák, és az alsó szinteken, főleg az alaksori pincerészekben ott ugye kis üzletek, csemegekereskedések, egyebek vannak, ugye ez a páratlan oldalra vonatkozik, a páros oldalon ott inkább tényleg a lakófunkció a jellemző, és ugye ami miatt igazából villasornak nevezzük, az leginkább a páratlan oldalnak az országzászló tér utáni szakasza, egészen a Prohászka-ligetig az a néhány ház, illetve az azokkal szemközti néhány épület. Mikor kezdett ez beépülni, tehát mikor lett a várárokból utca? Hát igazából itt még a nyitott váráróknak a vize folydogált, amikor itt az első kisebb házakat elkezdték felhúzni. Ezek még kis földszintes házak voltak egyébként. Hát a legkorábbi fotónk, ami van róla, az talán a 20-as, 30-as évekből származhat. Sajnos azt pont nem hoztam el. Azon a színháznak az épülete az, ami egyértelműen beazonosítható és egy jó támpontot nyújt. A mostani Dr. Koch László utcának az első néhány kis sátortetős villa épülete, ami akkor a Várkörúthoz tartozott, már látszik egyébként ezen a fotón, de alapvetően még kis deszkakerítéssel elkerített házikok állnak a jellemzően poros út mellett, illetve a kanálisnak a két partján. Ahol aztán később aztán ugye egyrészt további villaépületeket alakítottak ki, még a 60-as években is, és ugye a másik felén, amit jól ismerünk, ugye a páros oldalon ott pedig megjelentek a panelépületek, illetve az a nagy toronyház, amitől ma már jellegzetes ez a Koch László utca. Talán ennyi felvezetés után itt az ideje, hogy képet is mutassunk, és beszéljünk is ezekről. Az első fotóban mindjárt az 1820-as években nyúlunk vissza. Hát próbáltam olyan képeket hozni, amik azért televízió képernyőn is jól látszanak, remélhetőleg sikerült. Előfordulhat, hogy lesz olyan térkép, amin kevésbé látszanak a részletek. Igazából mindegyiken a Várkörútnak az egykori vagy a mai nyomvonala a hangsúlyos, tehát ami úgy gondoltam, hogy épületként fontos, arról természetesen vannak közeli fotók is. 1826-ban készült Székesfehérvárnak az egyik, vagy talán a legkorábbi ismert kataszteri térképe. Wüstinger József kataszteri mérnök volt az, aki elkészítette, és aztán 1829-ben pedig a mai Öreghegynek a területét is egyébként feltérképezte. 3 év különbséggel zajlott tehát a két térképezési munkálat. Itt ugye ezen a Wüstinger-féle térképen, amit leginkább be tudunk ma azonosítani, az ugye a belvárosnak a területe, hiszen bár ez is sokat változott, de talán ez változott ugye a város területen a legkevésbé. Tehát azok a jellegzetes épületek, amelyek már az 1820-as években léteztek, 24-26 környékén, főleg a barokk templomok, középületek és egyebek, azok ugye egyértelműen és jól beazonosíthatók rajta.
Ugye a középkorból megmaradt utca szerkezet is azért látszik természetesen, illetve a barokk korában kialakult további utcák. Ami érdekessége, hogy ugye a mai Városház tér felől ugye a főutca vonala az már egy kicsit szélesebb irányban megy ki, tehát kiszélesedik a felső város felé. Ugye ennek az az oka, hogy amikor 1809-ben József Nádor Székesfehérvárra látogatott, akkor a város falakat, illetve az erődítményeknek a nyomait, azokat ugye nagyrészt eltüntették azért, hogy az ünnepélyes menet kíséretében József Nádor be tudjon vonulni a városba. Így jött létre a promenád, a későbbi sétatér, amin ugye szépen be tudott vonulni ünnepélyes körülmények között, és nem véletlenül kapta a Nádor utca elnevezést ez az utca. Ugye ez egyébként átszelte a várároknak a területét, és aztán szépen 1809 után, főleg már a 19. század második harmadában kezdtek el épülni azok az emeletes polgárházak, amiket egyébként átalakított formában ma is ismerünk a főutcán. Ugye a főutcának a legrégebbi lakóépületeiről van igazából szó, ugye azok a klasszicista polgárházak, és ugye 1872-ig állt a Budai kapunak az a tornya, amiről készült fotó talán az egyik legrégebbi, ami Székesfehérváron egyébként fotóként megjelent, és aztán később ezt is lebontották, azon volt ugye megtalált az emléktábla a városfalaknak az elbontásáról, és ezt az emléktáblát áthelyezték a szemináriumi templomnak a falára, ugye a mai Kossuth utcai postával szemben látható, amennyire még látható ugye maga a felirat, és egyébként az emléktábla is kapott egy emléktáblát, hogy tudja mindenki, hogy pontosan miről is van szó, hogy az egykori budai kapu 1872-ben elbontott tornyáról helyezték át ezt az emléktáblát. Tehát így alakult ki egy széles sétatér, és kezdett beépülni ugye a mai főutcának a környéke. Ugye az erődítések és a várfalak, városfalak elbontása után, ugye várfalakról és városfalakról is szoktunk beszélni egységesen egyaránt, és hát ezek a városfal vagy várfal maradványok azért több helyen még megfigyelhetők, például az egykori Feketesas fogadónak az udvarában is, ami most egyébként félig meddig parkolóként üzemel, vagy a Koch László utcában, ugye ott a hivatali épületek aljában nem véletlenül lábasházakként alakították ki például ezeket az épületeket. Ugye azért is említem, mert ez akkoriban szintén a várkörút része volt még a 20. században. És aztán ugye, ahogy kezdtek beépülni ezek a részek, az 1930-as években kialakult az a nézet, hogy hát bizony akkor a várkörutat, mint olyat érdemes lenne beépíteni. És ugye megjelentek az első tulajdonosok, az első telekvásárlók, akik a villa épületeiket szerették volna itt felépítetni, és volt egy Grünfeld Géza nevű tulajdonos, aki három telket bocsátott a város rendelkezésére. Ez az úgynevezett Szelke-Major szomszédságában volt megtalálható. Azért adományozta ezeket a telkeket a városnak, hogy az országzászlóteret ki lehessen alakítani ezen a területen, majd fogunk erről is beszélni természetesen. Csak így előjáróban ezt mindenképpen érdemes megemlíteni. És a várkörút beépülése szempontjából ennek az adományozásnak azért van jelentősége, mert építési telkekhez jutott ezáltal Grünfeld, három építési telket kapott a várostól, mondjuk azt, hogy térítésként, amire adómentesen építkezhetett, és ezen a három építési telken ő három, ha már úgy mondanák, hogy társasházat húzott fel egyébként, többek között Molnár Tibor tervei szerint. Ugye Molnár Tibor az egyik meghatározó építész, hogyha a várkörútnak az úgynevezett villasori részét vesszük figyelembe, illetve Schmidt Ferenc pedig a másik. És hát ugye mindketten itt építkeztek, és ráadásul itt is laktak egyébként a várkörúton, az ő villáik különösen nevezetesek. Ha a képek sorát nézzük, akkor egy kicsit vissza kell még térjünk, hiszen a második képet még nem tudtuk megnézni, sőt, mi több szerepel itt egy Winkler Vilmos név, aki azért jócskán az 1930-as évek előtt született, biztos el fogod mondani, hogy miért. Ugye, tehát a térképet látjuk közelebbről. Igen, ugye Wüstinger Józsefnek a térképéből hoztam egy kinagyított részletet,
hogy itt meg tudjuk nézni ugye a Várárki csatornának és egyáltalán a várároknak a nyomvonalát. Segíts beazonosítani, egy épületet megmondasz onnantól, mert tudjuk, hogy hol vagyunk. Például ott van egy világosabb foltaféle érdekes keresztformájában. Igen, igazából ami itt a térképen látszik, nagyjából a bal széle felé láthatjuk, ott a bal alsó sarok környékén ugye a Magyar Király szállodának a korábbi épületét, ugye nem a mai formájában, a korábbi formájában jelenik meg. Ez a csatornán túli rész egyébként, az a kis keskeny csík, ami ott olyan érdekes szögben meghajlik a képnek a teteje felé, az maga a Várárki csatorna, tehát ilyen szögletesen kanyarodik tulajdonképpen, és ugye a csatornán túl van kettő telek. Az egyik telek az ugye a későbbi színháznak a telke, ahol ugye 1872 és 74 között megépül a színház, viszont a szomszédban már látunk egy nagyobb épületet, ugye azon túl pedig már majd a későbbi Zichy Ligetnek a területe látszik, még egy picit ott benyúlik egyébként a képbe. Tehát ez a nagyobb épület, ami itt látható a képnek a bal oldalán, a bal szélén, ez a Magyar Királynak az elődje. Valójában ugye 1809-re datálják ennek az építését, amit ugye a Zichy, akkor már tulajdonosként a Zichy család építetett, és attól a Schmidek családtól vásárolta meg, akiknek a majorja pedig egyébként a mostani evangélikus templom, illetve az Ősz utca és a Berényi út környékén, illetve Szegfügyula utca környékén volt megtalálható. Annak a Szelke majornak a szomszédságában, ahol pedig a Karl cégnek volt az ecet, rum és likörgyára, majd erről a raktár és gyárépületről fogunk látni egy képet. A Karléknak az üzlete és a lakóháza az pedig a Magyar Királya szemben épült. Ugye ez ma is egyébként megtalálható. A 60-as évektől ott ilyen büfé jellegű kis tejbüfé és pékség és egyebek működtek. Ma is egyébként üzletek vannak ott. És hát ugye innen származik a híres Kajófi termékcsalád, ugye Karl József és fiairól elnevezve, például a Hokobol nevű likőr többek között. Tehát itt árusították, és ugye a Várkörútnak a túloldalán gyártották és raktározták, tehát meglehetősen közel volt magához az üzlethez. Úgyhogy ez az a terület, ami ott a képnek a bal szélén látszik, és hogyha jövünk befelé a város felé, akkor mondom, az a kis keskeny csík, amit ott éppen, hogy talán észreveszünk, hogyha az ember papír alapon vagy számítógépen kinagyítva nézi, akkor sokkal jobban látszik, az maga a Várárki csatorna. Ami most tulajdonképpen a főszereplője a műsornak. Menjünk tovább, hiszen emlegettük már az imént Winkler Vilmost, akivel kapcsolatban hoztál fotót. Winkler Vilmos szintén kataszteri mérnök volt itt Székesfehérváron, a városi hivatal megbízásából, illetve alkalmazásában dolgozott. Wüstinger József után ő volt az, aki a következő nagy kataszteri felmérést elkészítette Székesfehérváron. Ez 1899-re készült el, és egyébként ekkor volt egy nagy házszámozási hullám is Székesfehérváron, ugyanis a házszámozásnak a rendszerét próbálták egységesíteni, ez nagyjából egyébként sikerült is, és például a belvárosi házszámok, hát ha azóta nem történt nagyobb építkezés, ugye tudjuk, hogy a II. Világháború után azért voltak fokhíjbeépítések, azok nagyjából követik egyébként az 1899-es házszámozást. Nyilván ez a külvárosokról nem mondható el, főleg a Palotavárosról, ahol ugye az utca nevek is bár megőrződtek, de teljesen máshova kerültek az eredetihez képest. Tehát ott azért most már nehezebb beazonosítani, viszont ha már ezt a térképet behoztam, akkor mindenképpen érdemes azt is elmondani, hogy egy Siki Csaba nevű úriember 2000-es években, most nem tudom megmondani pontosan mikor, térinformatikai szakdolgozatként elkészítette ennek a térképnek a digitalizálását és a rávetítését a mai városterületre. Ez az interneten egyébként elérhető, az ELTE-nek a akármelyik tanszékén, bocsánat, tényleg nem tudom megmondani, látszik, hogy bölcsész vagyok, nem térképész. Tehát az ELTE-nek az egyik tanszékén készült ez a diplomamunka, mondjuk azt, hogy térképészet, teljesen mindegy, és ennek a honlapján egyébként elérhető. Hogyha valaki rákeres Winkler Vilmos nevére, vagy Siki Csaba nevére, 1899 Székesfehérvár, valahogy biztos meg fogja találni, és tényleg a mai város térképre rávetítve megjelenik az akkori,
várostérkép, és ahogy tudjuk állítani az átlátszóságot a két kép, a két térkép a két réteg között, úgy gyakorlatilag az 1899-ben már létezett épületeknek a területe beazonosítható, tehát meg tudjuk mondani ez alapján, hogy mondjuk a mai Jókai utcának az X számú háza helyén akkoriban mi volt, illetve milyen házszámot viselt. Ezért nagyon jó. Ugye a Jókai utca is egy kicsit bonyolultabb, hiszen ott a Bartók Béla tér építkezései miatt szintén egy kicsit változtak ezek a számok. A piros jelzések egyébként általában fontosabb középületeket jelölnek. Tehát ott fönt, például a Várárki csatornán túl, hogyha megnézzük észak felé, ugye ott a színháznak az épülete látszik, az a nagy piros tömb, és hát ha tovább megyünk, akkor ugye ott is szögletesen kanyarodik igazából még az akkori Várárki csatorna, amin egyébként, hogyha valaki egy kicsit közelebbről megnézi, akár otthon interneten ezt a térképet, akkor ott a Várkörút felirat már egyébként látszik, és általában ugye Vár kötőjel körút néven jelenik ez meg, és aztán később lett ebből Várkör utca, meg mindenféle különböző egyéb térképeken, képeslapokon, ugye attól is függött, hogy éppen hol készültek ezek a munkák, mert nem mindegyik fehérvári volt, és hát ugye gyakran változtak emiatt az elnevezések, bár hivatalosan maradt természetesen ugyanaz. Ugrunk 31 évet, és jön az állami térképészet. 1930-ban jelent meg az a Székesfehérvári kalauz című munka, ugye a Szent Imre emlékév kapcsán, ami nagyon jó támpontot nyújt nekünk. Ez egyébként egy korabeli kiadás, tehát azért is látszik ez ilyen foltosnak, mert ez tényleg foltos. Ez egy meglehetősen megviselt példány, és igazából ezen is kifejezetten ezt a részletet szerettem volna kinagyítva megmutatni. Ugye a mai Várkörútnak a területét láthatjuk ott pont a képnek a felső részében picit le is van vágva. Ugye ott a Várárki csatorna, ahogy kanyarodik, és aztán hát ott már elég sok mindent láthatunk, ami ugye időközben létesült természetesen. Tehát ez már a 30-as évek eleji állapotot tükrözi, és aztán egy későbbi 1938-as térképen láthatjuk azt az állapotot, amiről már igazából a Várkörút kapcsán szoktunk általában beszélni. Ezt is ugye meg tudjuk mutatni. A villaépítkezések, az egyéb lakóházaknak az építkezései, az intézményeknek az elhelyezése. Tehát itt azért már elég sok minden látszik. Többek között az országzászló térnek a kialakítása, ami ugye 1936-ban történt meg, szintén ezen nyomon követhető. Tehát ez egy 1938-as. 38-as volt maga a felvétel, és aztán a Várkörútnak a 30-as évekbeli szakaszáról azért még hoztam. Igen, ez a 38-as térkép, ez nem annyira jó minőségű, én is egy könyvből szkenneltem, a Székesfehérvár annó sorozat egyik kötetéből, úgyhogy azért nem annyira jó a minőség, de egyébként az utca elrendezés az jól látszik, ugye a háromszögletű tér az a Zicsi-liget, és attól délre helyezkedik el a Várkörút, tehát azt azért láthatjuk, illetve a színházat, Magyar Király szállót, ugye itt már a fontosabb középületek azért feliratozva vannak természetesen, meg a közterületek is, úgyhogy nagyon jól beazonosítható. És ugye a 36 előtti Várkörútról hoztam én még két fotót. Ugye az egyiken, hogyha meg tudjuk mutatni, Fekete Zoltán fényképészmester látszik. Ugye ott a háttérben egyébként látható, hogyha valaki ránéz a képre, a fényképészmesternek a neve, hiszen a műterme az ott volt megtalálható. Ugye ez egy érdekes háromszögletű kereszteződés, hogyha szemből nézzük a képet, akkor balról az egykori Bognár utcát láthatjuk, amiben a Bognár utca 3 alatt működött 1929-től a Városi Múzeum, ugye a Szent István Király Múzeum elődje, a jobb oldalon pedig a Várkörútnak a korabeli nyomvonala, és ugye hát gyakorlatilag Fekete Zoltántól még egy néhány lépésre kanyarodik ez ki a mai Várkörútra. Ugye ez az országzászló tér elődje, ez a kis háromszögletű kereszteződés, illetve az előtte látható terület. Fekete Zoltánnak a fényképészeti műtermét, illetve mellette álló néhány házat a főutca felé 1935-36-ban elbontották, és ezeknek a helyén alakult ki az országzászló tér, egy nagy térfallal elválasztva a még álló főutcai házaktól. És aztán, amikor ezek a főutcai házak 1944-45 során megsérültek és elbontották őket, akkor kialakult egy nagy terület.
ahol aztán lett egy játszótér, ugye az országzászló emlékmű helyén, és aztán ebből lett később a Gagarin tér, amit ugye nagyon sokáig így ismertünk, és aztán egyszer csak megjelent a virágóra azoknak az emeletes házaknak a helyén, amik itt a háttérben látszanak, ugye leghátul a fő utca, tehát azok a házak nem kerültek elbontásra, a színháznak az épülete ugye beazonosítható ezen a képen, és akkor a következő fotó, az pedig ennek az utca szakasznak a folytatása, tehát itt, ahol a Tehel József feliratú ház van, ott kanyarodott ki a Várkörút a mai nyomvonalra, és hát ugye ezek a házak is egyébként elbontásra kerültek a későbbiekben, pont az építkezések, illetve az útépítések miatt. És megint ugrunk egy nagyot, 1954-ig, autóverseny, Várkörúton? Autóverseny. Ugye ezt is azért hoztam, mert ez még a Várkörútnak a régi nyomvonalán zajlik. Ugye kettő épület az, ami beazonosítható ebből, akinek nagyon éles a szeme, meg ismeri jól a fehérvári épületeket, az az előtérben itt jobb oldalon látható Gallaházat felismerheti a jellegzetes zárterkéjéről. Aki kevésbé ismeri a fehérvári épületeket, az a kép hátterében a Gallaházzal szemközti Romos Színházat láthatja. 54-ben egy autóverseny volt, ami itt a Várkörúton ment végig, ugye akkor még kövezett volt egyébként a Várkörút, elindult a mai Dr. Koch László utca nyomvonalán, és aztán kikanyarodott a mai Várkörútra, ekkor készült ez a pillanatfelvétel, ami egyébként online fotógyűjteményből is elérhető. Nekem most sikerült beazonosítani a helyszínt. Tehát gyakorlatilag a mostani országzászló téren, itt ezen az útszakaszon, ahol autó van, csobog az a kis így van. Tehát már is tudom, hol vagyok. Így van. Ugye, hát és azért az autókra is felhívnám a figyelmet. Igen. A kisárokról azért mindenképpen beszéljünk, mert ugye az utóbbi években, amikor kialakításra került ugye az új országzászló tér, ugye az emlékmű, az újra elkészült emlékmű odahelyezésével, akkor ugye megjelentek ezek a vizek, amik hát időszakosan működnek, és ugye kis hídszerű pallókon lehet ezek fölött közlekedni, de egyébként az ember száraz lábbal át tud lépni, akkor is, hogyha egy kicsit nagyobbat lép. És én fültanúja voltam nagyon sokszor, meg személy szerint nekem is oda szegezték a véleményt, hogy de ez így ronda, meg minek, meg miért kell ide a víz. Gyerekek, és ilyenkor szoktam mindenkinek elmondani, bár most már mondhatom, hogy nézze meg ezt az adást, hogy nem véletlen, hiszen az egykori Várárki csatornát és az egykori Várárkot szimbolizálja ugye ez a kis vízfolyás, ami egyébként meglehetősen rövid szakaszon folydogál ahhoz képest, hogy mekkora volt ugye ez valójában. Tehát, hogyha a Mátyás király körút, ugye korábban szabadságharcos útnak nevezték azt a részt is, később beboltozott csatornáját nézzük, annak egy leágazásáról van szó gyakorlatilag. De hát ugye az országzászló téren létesült ez a kis vízfolyás pontosan azért, hogy visszaidézze ezt az egykori csatornát, de hát az eredeti hossza azért ennél sokkal nagyobb volt. És a gyerekek imádják, úgyhogy történelmi jelentősége is van, és a mai jelentősége is megvan. És miért visszaugrunk az 1936-os évben a következő kép kapcsán? Ezt viszont azért tesszük, hogy most már megismerjük a Várkörútnak azt a szakaszát, amit valójában ma már Várkörútnak nevezünk. Ugye 1936-ban, ahogy a fotó felirata is mutatja, láthatjuk ezt az állapotot. Itt már egyébként például a Prohászka-ligetnek a területe ugye részben kialakításra került, de az emlékmű az ugye majd jóval később kerül oda, még egy 7 év körülbelül, mire az ott elkészül. Az Eppinger villa, ugye az a nagy emeletes épület, ami itt látható a bokrokon, fákon túl, aztán az evangélikus templomnak a tornya, ugye ott kimagaslik, ez a 30-as évek elejé óta, 34 óta foglalja el ugye ezt a területet, az egykori Schmideg majornak a területén, ahogy már említettem. Ugye a bíróságnak az épülete is látszik ott a kép hátterében, és hát igazából azokról az épületekről fogunk most beszélgetni, amik itt részben látszanak a fotón, illetve amelyek ezeknek a házaknak a helyén létesültek a későbbiekben. Tehát ez már a Várkörútnak ugye a mai értelemben vett várkörúti szakasza, az a része, ami ugye a várostól távolabb eső szakasz. Ugye azt nem mondtam el, a városrészek kapcsán annak idején beszélgettünk határokról,
hogy a várkörút kapcsán mindig ki szoktuk emelni, hogy ez két városrész határán helyezkedik el, hiszen ha akarom, akkor a belvároshoz sorolhatom, ha akarom, akkor a vízivároshoz, ha nagyon akarom, akkor elszeparálhatom ott a gesztenyefasor kellős közepén, és mondhatom azt, hogy a belvároshoz közelebb eső része az a belvároshoz tartozik, a másik pedig a vízivároshoz, de mivel ez viszonylag, persze nem lehet ezt mondani, egy egységes építészetileg, de mégiscsak egy villasor felfogásban létesült annak idején, a beboltozás során. Hát így egyértelmű, hogyha az egyik oldalát az egyik városrészhez soroljuk, azért a másikat is illik természetesen oda sorolni. És megnézzük 36 után is? Megnézzük mindenképpen, igen, mert szerintem érdemes. És hát ugye itt egy olyan bontás közben vagyunk, amit már említettem a beszélgetés elején, ez a Grünfeld féle telek kialakítás. Ugye ha megnézzük, ott az országzászló téri sarki bérház látszik a képen, ugye a képnek a bal oldalán, illetve az előtérben az a sötét sziluett, ez pedig a múzeumnak az épülete. És ott a bérház mögött láthatunk egy ilyen kis sátortetős, illetve nyeregtetős földszintes házat. Na, ezeket a házakat bontották el többek között azért, hogy aztán majd ezt a szakaszt meg lehessen nyitni. Illetve itt a képnek az előterében, jobb oldalon, bár itt most valószínűleg a monitoron nem látszik, illetve tévéképernyőn keresztül sem lesz látható, de az interneten ez a fotó is egyébként elérhető, Karl József és fiai cégnek a felirata látszik itt a hosszú épületnek a bejárata fölött igazából. Tehát ez volt az ecet, rum és likörgyár, illetve hozzátartozó raktárépületeknek a területe, és amit még ugye láthatunk, bár itt a kisfa részben eltakarja, az ugye az evangélikus templomnak a tornya. Valamelyest ez azért még a város szélének számított? Igen, hát abszolút a belváros széle, tehát azt ebből láthatjuk, hogy hol ért véget a belváros, hiszen ez gyakorlatilag lezárul. És ugye itt közlekedni, ugye akkor már voltak kezdetleges buszjáratok, voltak taxijáratok, voltak bérkocsik, a promenád felől lehetett. Tehát a Várkörútra, hogyha valaki mondjuk a Felsőváros irányából jött, vagy az Icsi-ligetből, akkor ugye úgy lehetett kijutni, hogy eljött a Magyar Király és a színház előtt, és itt az országzászló tér vonalában pedig kikanyarodott a Várkörútra. Tehát így lehetett akkor közlekedni, és az az állapot, ami ugye ma is tapasztalható évtizedek óta, ez a 60-as évek elején jött egyébként létre, de mindenképpen 1945 után, amikor a háborús foghíjak helyén beépültek a telkek, illetve megnyílt az a terület, ami korábban majorság, illetve gazdasági terület volt. A következő kép már talán van, akinek emlékeket is idéz, hiszen 1961-ben járunk ezzel a képpel. Így van, illetve 61 előtt valószínűleg nem sokkal. Ugye ez abból látszik, hogy egyrészt a jobb oldalon még állnak a földszintes épületek, ugye az egykori Szelke majorhoz tartozó... Aminek a bontását tartozó, láttuk az imént? Hát igen, azoknak a bontását, illetve a szomszédos épületeknek a bontását. A 60-as években ezeket a részeket is kibontják, és ugye létrejön a mai parknak a területe többek között, illetve azért ott ezek mögött, a házak mögött még bizony ott voltak nagyon sokáig például a Kígyó utcának a kis földszintes házai, akár parasztházak, akár polgári családoknak a házai, és ugye a 70-es évek elején kezdenek el épülni a panelek, tehát akkor bontják el ezeket valójában. A Várkörút felőli részen ez egy kicsit korábban megtörténik, itt az evangélikus templom és a vasalóház közötti területen. Ott, hogyha megnézzük, ugye nagyjából a bírósággal átellenben a képnek a bal oldalán látható egy üres terület, ez 1961-re épült be, azzal a jellegzetes saroképülettel, amiben ma lakások találhatók, illetve részben itt működik a Városi Önkormányzatnak az adóirodája is, tehát hogyha valakinek adóügye van városi vonatkozásban, akkor általában ugye ide kell jönnie. És ugye amit még talán láthatunk, hogy ugye a bérház mögött, ami a kép bal oldalán emelkedik, húzódik a mai Marosi Arnold utca, ami egykor a Verinszky utca nevet viselte, és aztán később a Kígyó utcát nevezték át Verinszkyről, tehát azért voltak itt is elég komoly változások. Amiket követni lehet. Ugyancsak 61 környéke, csak egy másik irányból. Igen, ez pont a Felsőváros irányából látszik. Ugye ott még láthatunk különböző falakat,
az egykori Szelke Majornak a területén. A szomszédban, ugye a képnek a jobb oldalán látszik még az a háborús foghíj terület, amin egyébként a Karlház áll, tehát ez a részben Mátyás király körúthoz, részben a főutcához tartozó, ugye a magyar királya szemközti épület az megvolt akkor is, csak a mögötte lévő telken szűnt meg gyakorlatilag az építmény, és ennek a helyére arra az üres terekre húzták fel 60-61-ben ezt a részben ugye lakóházat. És amit szoktak mindig kifogásolni, egyébként ez a bíróságnak az erkélyéről készült ez a fotó, itt a bíróságnak az épület egy picit belelóg a képnek a bal oldalába, hogy hát hol az evangélikus templom. Hát a bíróságnak a fala kitakarja. Gyakorlatilag nagyjából abban a vonalban van az evangélikus templomnak a tornya, tehát ezért nagyon sokan szokták azt mondani, hogy ez nem Fehérvár, mikor készült, 30-as években, de a 30-as években nem így nézett ki, mert akkor ott lenne a templom. Tehát emiatt van, akinek nehéz a beazonosítás, ezért volt egy kicsit érdemesebb talán részletesen bemutatni ezt a fotót. És igazi csemege, hogy légi felvételt is hoztál a 60-as évek elejéről. Igen, hát az interneten ilyenek is megtalálhatók, nagyon jó, és ezt is azért valamennyire tudjuk datálni. Ugye én itt azt írtam fel magamnak, illetve magunknak, hogy légi felvétel 60-as évek. Ugye, ami jellegzetes épület látszik rajta, az a színháznak az újraépített tömbje. És hát itt már látszik az a nagy, mondjuk azt, hogy kocka alakú bővítmény, ugye felfelé, ami nagyon sokáig meghatározta a színháznak az összképét. És ugye 1962-re készült el maga a színház épület, tehát mindenképpen 62 utáni. Ráadásul ugye itt a képnek a bal oldalán már látszik az 1960-61-ben emelt lakóház, aminek az előbb még az üres hűlt helyét láttuk ugye a képen, tehát 61, illetve a színház újraépítése miatt már 62 utáni ez a fotó. És ha valaki nem értette volna, hogy miért vasalóháznak hívják a vasalóházat, ez a kép abszolút magyarázat tud. Akkor most látható egy felülnézeti képet, így van, mert aztán azt nem hoztam egyébként a későbbiekhez. Illetve amit említettem, ugye itt elhangzott, hogy a Kígyó utca, Ősz utcának ezek a kis földszintes házai, ugye a 60-as évek végéig még álltak, hát azok itt látszanak a képnek az előterében. És ugye itt épültek aztán később a panelek, illetve a mai Jávor Ottó térnek a területe is itt jött létre, ugye a vasalóháztól, hogyha egy kicsit közelítünk. Természetesen Várkörútról következnek a további képek, ha lapozunk tovább ebben a sok-sok archív felvétel tartozó albumban. Bár ha ezt, ha valaki ránéz, akkor azt mondja, hogy hát most is ilyen. Igen. Hát elkezdünk ismerkedni igazából a várkörúti épületekkel, tehát ez most már tényleg arról szól, hogy az utóbbi néhány évnek az állapotát megismerjük, illetve egy kicsit azért részletesebben foglalkozunk, ha nem is az összes épülettel, de azért a legtöbbel. A fotók azok egyébként nem tőlem származnak, az archívokat nyilván nem én készítettem. Az Érdekes Fehérvár blogon található meg több kitűnő összeállítás, többek között a várkörúti villasorról, meg egyáltalán erről a területről, úgyhogy a fotók azok onnan származnak. Ezt célszerűnek tartottam azért elmondani, hogy egyik sem saját egyébként. Egy darab van, ami saját archívumból származik, az egy ilyen trükkösen megtükrözött kapu, majd erről Molnár Tibor villája kapcsán fogunk beszélni. Tehát ez a Várkörút 1/A épület, ami egyébként a Mátyás király körút 25-ös számot is viseli, tehát a Mátyás király körút felőli bejárata és a lakások azok oda tartoznak, a Várkörút felőli rész az pedig a Várkörút 1/A. Ugye azért 1/A, mert az 1-es az ugye korábban is létezett, ez pedig ugye 1960-61-ben épült. Ugye az érdekessége az az, hogy Kocsis Iván utolsó fehérvári tervezése, hiszen ő a 30-as években alkotott és ugye tervezett Székesfehérváron. Többek között a Várkörút környékén is azért több munkája megtalálható és látható, illetve magában a belvárosban. És ugye ami jellegzetessé teszi, az a zárt erkély, amit a Várkörút felőli homlokzaton látható, ráadásul ez egy kétszintes zárt erkély, általában ebből van ugye kevesebb Fehérváron, de ez Kocsis Ivánnak egyébként egy nagyon kedvelt építészeti alkotása. Ugye róla már beszélgettünk annak idején rádióban, majd tévéműsort is fogunk szentelni természetesen az ő
munkásságának, tehát ez az utolsó fehérvári tervezésű munkája, és ugye 1960-61-ben épült, itt éppen ugye a várkörút felől látható, és ugye ahova a szomszédház az árnyékot veti, az pedig a már említett Marosi Arnold utca. És van a homlokzatról is egy kép ugyanennél a háznál, amit meg tudunk mutatni. Igen, úgy gondoltam, hogy azért érdemes az építészeti részleteket is kiemelni, úgyhogy ugye látható egyrészt ez a jellegzetes zárt erkély, illetve zárt sarok erkély, hiszen ez gyakorlatilag egy ilyen építészeti megoldás, illetve a szögletes ablakok mellett azért ez az íves záródású várkörút felőli bejárati ajtó is egy, hát egy jó kis megoldás, és egy jellegzetesen kocsisiválni lelemény, úgyhogy mindenképpen ez az ő építészeti munkássága dicséri. Nézzük meg a várkörút hármat a következőkben. Illetve először még az egyet, és aztán utána a hármat. Ugye ez az egyes számú ház az egyik olyan, ami a Grünfeld Géza féle telken épült, de ez már jóval későbbi. 1960 körül Grünfeld Gézának az özvegye építette. Egyébként szintén Kocsis Iván tervei alapján nagyjából egykorú a két épület. Korábban itt is egyébként egy földszintes épület volt megtalálható, és aztán annak a helyére fölhúztak egy sátortetős, modernebb, többszintes épületet, és aztán annak a helyére került igazából a 60-as években ez. A korábbi az a várkörútnak a villasor jellegét hangsúlyozta inkább, tehát azt tükrözte vissza. És akkor itt kapunk magyarázatot az egy per A és az egy különbségére. Így van, így van. Ami, tehát ez egy korábban létesült építmény. Hát ugye, aki ilyen per A, per B jellegű épületben lakik, már ha persze nem panelházról van szó, azt tudja nagyon jól, hogy ez azt jelenti, hogy ugye a telek az korábban is létezett már, de az építmény az későbbi, mint a szomszédé. Egyébként lakóház volt mindig, annak épült? Igen, igen. Hát ezek többnyire lakóházként épültek. Ugye volt, ami bérháznak épült kifejezetten, volt olyan, ami egy-két családnak a lakhatását szolgálta, illetve mindjárt rátérünk itt a hármas számú házra, és akkor erről pedig el lehet mondani, hogy az izraelita hitközségnek a lakóháza működött itt valamikor, amiben részben szolgálati lakások is megtalálhatók voltak, és aztán egy bérház lett belőle. Somogyi György tervei szerint épült 1935-ben, és ugye az Országzászlótér 2-es számú szomszédházhoz igazodik az építészeti kialakítása tekintve. Az Országzászlótér 2-ről most nem hoztam külön képet, hiszen az Országzászlótérről magáról egy egész műsort lehetne beszélni, meg majd fogunk is. Az Országzászlótér 2-t Molnár Tibor tervezte, ahogy egyébként itt a várkörút környékén még nagyon sok épületet. Azért itt már megjelenik az a sok színűség, amit emlegettünk, ugye az eddigi íves épületekhez képest itt már kifejezetten szögletes. Igen, igen, és ugye láthatjuk azt, hogy a nyitott erkélyek azok megtalálhatók, szemközt van egyébként a vasalóház, csak hogy betájoljuk mindenkinek, hogy hol járunk pontosan. Ott is ugye szintén ezek a nyitott erkélyek jellemzők. Egyáltalán az, hogy ugye az emeleti részek azok egy kicsit kiugronak a földszinthez képest, és ugye amit említettem, hogy az egykori pince, meg szuterén szinten pedig ugye ma is kisboltok találhatók meg, illetve az Országzászló tér felől is egy ilyen folyamatosan változó, de mindig vendéglátóipari egység. Van még egy kép ehhez az épülethez. Itt tudjuk megmutatni ezt a sarkot, ugye, ami részben az Országzászló tér felőli, részben pedig a várkörúti homlokzatot mutatja. Ez egy szögletes megoldású erkély kiképzés, ugye majd a Molnár Tibor féle vasalóházhoz képest, ami ezzel szemközt található, ugye azért ez meglehetősen eltérő, hiszen az pedig lekerekített. Tehát itt azért nagyon változatos tényleg az építészeti kép, de abszolút látszik, hogy modern felfogásban készültek ezek az épületek. Múzeumról fogunk beszélgetni a következőkben. Röviden azért érdemes a múzeumról is beszélgetni. Hát nyilván az Országzászlótér kapcsán még vissza fogunk térni rá. Ugye itt igazából a várkörúti bővítménye most a mi számunkra a lényeges, illetve a Bástya utca várkörút felőli bővítmény. Ugye azt említettem, hogy 1929-ben költözött ide a Városi Múzeum, ugye Marosi Arnold volt ekkor az igazgatója. Egyébként 1911-ben létesült itt a városban, belvárosban volt a Jókai utcában egy épület, ami ma már egyébként nem létezik, mert az akkori Ince Pápa tér, mai Bartók tér építkezése miatt lebontották.
minden esetre ide beköltözött, és aztán néhány évvel később nem kellett 10 évet várni, 1936-37-ben részben ugye Kocsis Ivánnak a homlokzati leegyszerűsítése következett, ugye itt a Szent István évhez közeledünk, ennek kapcsán ugye azért elég sok beruházás zajlott a városban, részben pedig Schmidt Ferenc és Molnár Tibor tervei alapján a Bástya utca felé kapott egy 2 emeletes bővítményt, ugye ez az épület, egy képtári bővítményt, illetve egy kőtári bővítményt, aminek a bejárata pedig a Várkörút felől volt megtalálható, illetve hát ma is megtalálható, és az Anno Domini AD 1937 felirat mutatja egyébként magát az építési évszámot, és ez az úgynevezett lándzsaíves kialakítás, ami egyébként az oldalsó homlokzatokon, az ablakokon is látszik, ez Schmidt Ferencnek volt egyébként egy nagyon kedvelt építészeti megoldása, egyébként a 30-as éveknek, sőt, hát már a 10-es éveknek is egy nagyon kedvelt építészeti megoldása, Budapesten is egyébként számos ilyen megoldás. Nekem láthatunk. Kicsit a gótikát idézi. Igen, igen. Hát nyilván a történeti stílusoktól már ez a modernizmus ugye igyekszik elrugaszkodni, de hát azért megidézi természetesen az elődöket. A szecesszióban jelent meg az úgynevezett bogjaív, ami nem volt ennyire csúcsos, tehát lekerekített volt ugye a teteje, mondjuk azt, hogy a szemöldöke, és ugye ez a lándzsaív, ez pedig ennek egy ilyen, mondjuk azt, hogy tovább gondolt formája, kicsit gótizált, tényleg lehet ezt rámondani. Maradt még pár percünk, hogy a Schmidt villáról is ejtsünk néhány szót. Hát ha már itt a tervezőről beszéltünk egy kicsit, ugye itt sorba megyünk igazából, tehát nem időrendben, hanem ahogy egymás után következnek az épületek. Sétálunk a Várkörúton. Sétálunk, ez gyakorlatilag egy séta, igen. Én nagyon szeretek a Várkörúton sétálni is, meg sétát tartani. Biztos, hogy lesz még élőben. Ez a szomszédos épület egyébként a Várkörút 7-es. Ugye az 5-ös az egy foghíjtelek, amin egyébként ma a múzeumnak a szoborparkja látható. Bemenni nem kell, hiszen a Várkörút felől is meg lehet nézni, meg a Bástya utca felől is kitűnő a kilátás, amikor már olyan idő van, hogy ezeket a szobrokat meg lehet mutatni. Ugye ezek modern szobrok egyébként kifejezetten is. Ennek a szomszédjában áll 1937 óta Schmidt Ferenc és családjának az egykori villája, hát ma már nem a család lakja. Ugye ügyvédi irodaként is működött, meg utazási irodaként, tehát nagyon sok minden volt benne. Természetesen az építész ugye maga tervezte, mint városi műszaki tanácsos, illetve a város műszaki életének vezetője, és a belső építészeti kialakítását is mindent, szinte az utolsó szögig megtervezte előre, és természetesen a korban ismert neves mestereket bízott meg a kivitelezéssel, és ugye különböző építészeti szaklapok pedig természetesen ezeknek a villaépületeknek szinte az utolsó részletéről is beszámoltak, többek között arról, hogy ki volt a kivitelező, ki készítette a fűtést, ugye a központi fűtés elterjedése 30-as években nagyon fontos, a villaépületekben jelenik meg először, a vízes munkákat kicsinálta, tehát gyakorlatilag egy szaknévsort adott, és ugye a építészeti szaklapban valaki olvasta ezeket a cikkeket, kicsit ilyen promóciós jellegűek voltak, általában ezeket a mesterembereket kérték fel máshova is. Úgyhogy Mikó Józsefnek a neve az például kivitelezőként feltűnik több helyen, Krén Ignác, aki kályhagyáros volt, a gyárost ezt tegyük idézőjelbe, Székesfehérváron, és akkor még lehet több nevet is mondani. Ami itt a részletfotón látszik, ugye ez a Szent József szobor, ugye Szent József a kis Jézussal, ez Óman Béla alkotása. Ugye Óman Béla nagyon kedvelt szobrászművész volt itt Fehérváron, alapvetően nem volt fehérvári, de jó barátságban volt Schmidt Ferenccel. Hát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy szívbéli jó barátok voltak. És Óman többek között erre a Schmidt villára is tervezett és készített egy szobrot, méghozzá Havranek Karolának, Schmidt Ferenc feleségének a felkeresése és megbízása nyomán. Szent József volt egyébként a családnak a védőszentje, és a családi legendáriumban fennmaradt az is a különböző történetekben, hogy ugye a várkörúti villák is azért elég komoly sérüléseket szenvedtek el 1944 végén, 45 elején. Az egyik olyan épület volt, ami szinte semmilyen sérülést nem szenvedett, és a család ugye Szent József oltalmának
köszönhette tulajdonképpen azt, hogy az épület megmenekült. Éppen annyi időnk maradt, hogy a kaput is megmutassuk, ha már az épületnél járunk, a Schmidt Villa kapuját. Érdemes, érdemes mindenképpen. Kicsit rejtélyes és eléggé hiányos. Ugye az SF monogramot kéne látnunk ott a felső mezőben, sajnos az S betű az már nagyon régóta hiányzik. Aztán láthatunk egy HB monogramot. Ugye, hát ezt nagyon sokáig lehetne találgatni egyébként, hogy kiről is van szó. Havranek Babi, vagy Bébi. Én nem tudom pontosan, hogy a családban hogyan ejtették a nevét. Ugye Y-osan írták a becenevét. Ezt már egyébként a saját családjából hozta magával a Schmidl családba. Tehát otthonról, ugye a Havranek kőfaragónak, az ifjabb Antalnak a lányáról van szó egyébként, a legkisebb lányáról. Tehát a kettőjük monogramja látható, illetve az 1937-es építési évszám természetesen ezen a kapun, úgyhogy ez mutatja, hogy ugye kik voltak egykor ennek a villának a tulajdonosai. És bizony-bizony felét sem jártuk be a Várkörútnak, úgyhogy két hét múlva sétálhatunk tovább. Váci Mártnak nagyon szépen köszönöm a sok-sok képet és a sok-sok fontos információt, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Tehát ahogy említettem is, Városrészek titkai című műsorunkkal és a Várkörúttal való ismerkedéssel két hét múlva újra itt vagyunk, addig is kellemes tévénézést kívánok, viszontlátásra!